Tudta, hogy a kutatásra szánt összegeket elosztó testületekben Magyarországon nulla, azaz 0% a nők aránya? Na hát nem kell színházban lenni ahhoz, hogy abszurd drámákat lássunk, hiszen ez egy tökéletesen abszurd állítás volt, amit most itt, vagyis hát a helyzet maga abszurd, amiben ez létezhet. De én csak bízni tudok abban, hogy már a mérleg serpenyője az egyensúlyban legyen, hogyha már férfiak döntenek mindenről a forrásokkal kapcsolatban, akkor legalább hölgyekhez kerüljön a pénz, és ők döntessenek arról, hogy hogyan használják ezt fel.